Nemzetközi garanciák nélkül nem mozdítható elő a rendezés a koreai félszigeten, holott ez Fennyán szándéka, de az érthető, hogy biztosítékokat akar saját biztonsága és szuverenitásának megőrzése érdekében. Ezt mondta az orosz elnök, miután először négy szemközti egyeztetést folytatott Kim Jong-un észak-koreai vezetővel. A találkozás két hónappal a kudarcba fulladt, az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások második fordulója után zajlott le a Vlagyivosztoktól nem messze fekvő Ruszkij szigeten. Először is Fennyánon múlik, hogy visszatér-e a hatoldalú tárgyalásokhoz. Ha megelégszenek az Egyesült Államok vagy Dél-Korea részéről a garanciákkal, akkor jó, ha nem, és szerintem inkább erről van szó, akkor jó lenne, ha mind a hat fél gondoskodna nemzetközi biztosítékokról Észak-Korea számára, fogalmazott Vlagyimir Putyin. A 2003-ban megkezdett egyeztetéseken a két Korea mellett Kína, Japán, Oroszország és az Egyesült Államok vett részt. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, a koreai félsziget atomfegyvertelenítése tekintetében az Egyesült Államok és Oroszország érdekei egybeesnek. Mint mondta, Moszkva úgy általában is támogatja, hogy a nukleáris fegyverek ne terjedjenek tovább a világban.